Dániel András, Hilda kalapja. Vajon ez a történet is láthatatlan lesz? Én már annak is örülnék, ha nem lennének benne varázsgombák. Tavaszodik! Állapította meg, jól esőt nyújtózva egy napfényes reggelen Hilda. És valóban. A földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket, a távolból egy téli álmából ébredő zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Minden jel arra mutatott, hogy itt a kikelet. Szép, szép, sóhajtotta Hilda, de nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem, amit felvehetnék, ha sétálni indulok. Nem is szoktál kalapot hordani, jegyezte meg Valér. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna, pillantott rá Hilda szomorúan. Köcsönkérhetéd Béla bájét, mondta Titusz, aki éppen a közelükben fekvő támaszozott. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán, szuszogta Titusz. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni, szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzerves dobozt hordott fejfedőként. De nincs is nagybátyád, jegyezte meg Valér. Na jó, nincs, de ha lenne, biztos ilyen kalapot hordana, mondta Zödön. És ha zokniból készítenél magadnak kalapot? Vetette fel Fityérc. Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehet készíteni, legyintett Hilda. Szerintem nézz körül a réten, szólalt meg ekkor Béla bá. Biztos találsz valamit, amiből összeügyeskedhetsz egy pofás kis kalapot. Én szívesen elkísérlek, ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet, sóhajtotta Hilda. Azzal Valér társaságában leszögdécselt a kufli kupacról. Találomra indultak el, egy közeli töpörtyű bokor irányába. Alig értek oda, már is rájuk köszönt egy csíkos csújmász. Hová, hová, kuflik? Kérdezte kíváncsian. Kalap-alapanyagot keresünk Hildának, válaszolta Valér. Tudok a réten mindenféle alapanyagról, nézett körül fejét vakarva a madár. Akad itt kacat alapanyag, maszat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhatnátok, de kalap alapanyag, ilyenkor tavasszal, sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden eféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szőrcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van itt! Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű, színes kalapot emelt fel a földről. Ez aztán a páratlan szerencse, biccentett Valér, mikor odaért. Felpróbálom, szólt Hilda, azzal a fejébe nyomta a kalapot. Szerinted hogy áll? Kérdezte. Nem rossz, már egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette a zsebtükrét, hogy Hilda megnézhesse magát benne. Egész jó, nézegette magát Hilda a tükörben, bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Bármilyen szép, sajnos nem az én méretem. Megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik rám szorult, hajolt oda Valérhoz, segítenél egy kicsit? Na-na, mondta Valér készségesen, és húzni kezdte a kalap karimáját. És húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről, és cibálta hátulról, ám a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Mintha csak oda nőtt volna, mondta lihegve Valér. Attól tartok, ez nem csak úgy néz ki, mint egy varázskalap, ez az is. Itt lehet a bökkenő.
Most mi lesz? Kérdezte sírásra görbülő szájjal Hilda. Sosem tudom többé levenni. Erre csak egy varázsgomba tudhatja a választ, tárta szét a karját Valér. Gyere, biztos találunk egyet a környéken. Nem is kellett sokat szögdécselniük, egy halnyelvbokor árnyékában rábukkantak néhány kártyázó varázsgombára. Látom, van egy kis gubanc, pillantott Hildára az egyik. Mit akadás, mondta Valér. Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű fejfedő. Nem csoda, bólogatott a gomba. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik, sopánkodott Hilda. Nyugi, nézett rá a gomba. Azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Kérdezte Valér. Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba, darásplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs, jajdult fel Hilda. Az tény kérdés, bólintott a varázsgomba. Viszont, ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az miért volna jó nekem? Egyszerű, akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni, kufli akarok maradni, siránkozott Hilda. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod, csak visszafelé, mondta egy idősebb gomba. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így szól. Abmozsárog, ajlyozsárov, tábmolbzsárod, ammogzsárov. Így sincs semmi értelme, viszont jól hangzik, jegyezte meg Valér. Én ezt nem tudom elmondani, szipogott Hilda. Van nálatok tükör? Kérdezte az a gomba, amelyik először szólította meg őket. Persze, bólintott Valér, és felmutatta a zsebtükrét. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti, ezt tiltja a szabályzat. Na, de üssek ő! Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Aranyos vagy, nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Mozsárak? Olvasta. Jozsárov? Jó lesz, bólogatott biztatólag a varázsgomba. Tábmolpzsárad? Abmogzsárov? Fejezte be Hilda a varázsigét. Abban a pillanatban... Mi van? Ti még el sem indultatok? Nézett rájuk csodálkozva Fityirc. Ott álltak mind a kufli kupac tetején. Tapogatta meg a feje tetejét Hilda. Meggondoltam magam. Hogy? Már nem is akarsz kalapot? Kérdezte Pofánka. Már nem, rázta a fejét Hilda. Rájöttem, hogy mindig összekolcolná a kontyomat. Ezt nem értem, szólalt meg ekkor Titusz. Még mindig csak a második fekvő támasznál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam, ingatta a fejét Zödön. Lehet, hogy csak rosszul emlékeztek, mondta Hilda, és gyorsan zsebre gyűrte a varázsgomba papírját. Sosem történt még velem ilyen, rázta a fejét Titusz. Tavaszi feledékenység, sietett Hilda segítségére Valér. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet gyógyítani? Néztek rá ilyetten a barátai. Csak is hátrabukfencel, mondta Valér. Fél óra hátrabukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Gyere, próbáljuk ki, intett Titusz Zödönnek. Még tornának sem rossz. Ez igaz? Kérdezte Hilda, miközben Titusz és Zödön bukfencezni kezdett a kupac körül. Dehogy, nevetgélt Valér, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Aggodalmaskodott Hilda. Majd újra elmondod az abmozsárak varázsikét, legyintett Valér. Végül is
egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet.